sokakat tartott a négy fal között a több hétig tartó kijárási korlátozások közelmúltban. Arról már korábban beszámoltunk, hogy mivel jóval kevesebben keltek útra, a benzinkutak forgalma jelentősen megcsappant a mögöttünk álló időszakban. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT által felügyelt autó- és főutakon pedig 60%-kal esett vissza a forgalom. Többen azonban az elmúlt hónapokban sem hagytak fel a blitzeléssel, igaz arányuk a forgalomnál nagyobb mértékben 65%-kal csökkent. Autókra márciusban mintegy 80 ezer, áprilisban csak nem 50 ezer esetben szabott ki pótdíjat a társaság díjfizetés nélküli úthasználat miatt. A személygépjárművek tekintetében teljes mértékben a Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató jár el, tehát abból nem lesz rendőrségi ügy, ha csak valamilyen megszabásértést esetleg valaki el nem követ. Tehát a személygépkocsik esetében mi pótdíjazunk, ugye aki nem fizeti meg, előre nem váltja meg, illetve egy órája van mindenkinek az autópályára való felhajtást, hogy megvegye matricát. Az 15 ezeres pótdíjban részesül, ami a meg nem fizetés esetén felugrik 60 ezer forintra, és ez igazából azt jelenti, hogy ebből nem lesz rendőrségi ügy, ez a NUSZ-nak a követelése lesz az illetőkkel szemben. A tehergépjárműveknél azonnal rendőrségi ügy lesz a szabálytalanságból. Jogosulatlan úthasználat miatt márciusban 18 ezer, áprilisban pedig több mint 10 ezer esetet adott át a NUSZ a bírságot kiszabó hatóságnak. Márciusban egyébként közel 20 millió, áprilisban 13 millió áthaladásnál ellenőrizték a díjfizetést a kamerarendszeren keresztül. A szabálytalankodók vonatkozásában azonban átrendeződés látszott a hazai és az országon csak áthaladó sofőrök arányában. A külföldiek nagyobb arányban voltak szabálytalanok, bár jóval kisebb számban voltak jelen az országban, ugye alapvetően csak a humanitárius tranzitra korlátozódott, viszont náluk igen magasra ugrott fel a szabálytalanság aránya, mert most itt se kell nagy számokra gondolni, tehát egy ilyen 1%-ról felugrott 2% környékére, tehát ez sem egy nagyon elriasztó szám. Valószínűleg ők úgy értelmezték, hogy a humanitárius áthajtás az díjmentességet is jelent, természetesen ez nem jelenti a díjmentességet, minden belföldi, minden külföldi személygépkocsi tulajdonosnak meg kell váltania a matricát, meg kell fizetnie, mielőtt fellép az autópályára. A blitzelő külföldiek aránya elsősorban a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik sofőrjei között volt a nagyobb. A többség amúgy az első vagy második felszólításra fizet. Lehetőség van ugyanakkor pótdíj összevonásra is, ez méltányossági kérelmet kell benyújtani. Ezzel általában azok az autósok élnek, akik tévesen azt hiszik, érvényes matricájuk van, miközben lehet minden nap elkövetik a szabálysértést. Rajtuk kívül persze tudatos szabálysértők is vannak. A vezérigazgató elmondása szerint általában olyan cégek, amelyek jellemzően más díjak megfizetését is elmulasztják.